Üdvözlöm Önöket! Stúdiónk mai vendége Bodó Sándor államtitkár úr, akit annak apropóján hívtam meg stúdiónkba, hogy január 13-ával az Innovációs és Technológiai Minisztériumba került át a foglalkoztatáspolitika. Üdvözlöm államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Egy kicsit tegyük rendbe ezt a dolgot. Ugye január 13-án Áder János köztársasági elnöktől vette át megbízatását. Ugyanis a pénzügyminisztériumnál megszűnt a foglalkoztatáspolitika, átkerült az Innovációs és Technológiai Minisztériumba. Igen, tényleg tulajdonképpen a tényszerű adatok felsorolása az tökéletes, de hát valójában azért, mivel egy kormány van, a kormányzati feladatokat azért ennyire élesen nem lehet elválasztani. De hát kezdjük talán az elején. Amikor 2018-ban megalakult a kormány, akkor nyilván volt egy szakmai dilemma, hogy ez a terület hova tartozik leginkább, hol tud leginkább eredményes lenni, és hát itt két tárc volt igazából esélyes, a pénzügyminisztérium és az innovációs minisztérium. Annak idején a helyzet az úgy alakult, hogy egy munkaerőpiaci reformprogram miatt, ami mostanság már azért a végét járja, az volt a kollektív bölcsesség, hogy ezt a feladatot mégiscsak a pénzügyminisztérium kötelékében kellene végrehajtani. Szóltak emellett szakmai érvek, egyébként most is szólnak, tehát lehetne ezt, ahogy említettem, ebben a keretben is végezni, de látható volt, hogy ez a munkaerőpiaci reformprogram végéhez közeledik, megtörtént azoknak az elérése körülbelül szűk 70 ezer emberi, akiket a foglalkoztatás területén ezzel a módszertannal sikerült mozgósítani. Tehát egy nagy feladat végére értünk, és a következő nagy feladat lényegét tekintve már arról szólna, hogy képzést és ismeretet is adjunk azoknak az embereknek, akik most a munkaerőpiacra lépnek. Volt az az idő, talán van is az az idő, amikor azt mondják, hogy képzettség nélkül is tudok fölvenni munkavállalót, de mivel emelkednek a bérek, egyre magasabb a verseny, azt mondják a cégvezetők, munkaadók, hogy hát nyilván hatékonyabb lenne, és itt a hatékonyság a kulcs szó, hatékonyabb lenne a cég munkája, hogyha képzett vagy képzettebb munkaerővel tudnánk dolgozni. És ebben a helyzetben, amikor ezt áttekintettük kormányzati szinten, akkor született az a döntés, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a maga rálátásával, módszertanával, kutatási eredményeivel, jövőbeni terveivel talán hatékonyabb tud lenni. Ez volt a szakmai háttér, és hát a gyakorlatban egyébként közel sem történt nagy változás, hiszen ahogy eddig is volt, ezután is lesz, az államtitkárság a 165 fővel ugyanazon a területen marad, ugyanazt a feladatokat végzi, csak talán egy kicsit, ahogy említettem, egy ilyen előremutatóbb, nem mondom, hogy jövőbe látom, mert hát az valami látnoki képesség, de minden esetre egy tervezésben inkább egy előremutató, semmit nyomon követő munkát kíván végezni. Az eddigi feladatokon túl jár-e ez valamilyen plusz feladatokkal még? Hát ez, hogy ne föltétlen csak a jelennek, a következő fél egy évnek a tervei valósuljanak meg, hanem hosszabb távú tervezést igényel. Nyilván fontos üzenet egyre inkább, amit nem tudunk elkerülni, hogy a klíma, energiahatékonyság az még inkább jelen legyen. Ez az államtitkárságnak egy új feladata tulajdonképpen, amikor munkahelyek jönnek létre, akkor ezek is még markánsabban szempontok legyenek. Ugyanúgy fontos feladat, hogy a nemzeti értékrendünk megmaradjon, tehát a magyar kis és középvállalkozások azok az egy nagyon fókuszált csoport, hiszen mégiscsak ők érdemben a legnagyobb foglalkoztatók, mindemellett természetesen szükség van a nagyokra is, nem kérdés. És hát az is fontos, hogy a csúcs technológia minél inkább megjelenjen. Ellenmondásos, főleg az én koromban ellenmondásos érzéseim vannak néha ezzel kapcsolatosan, de hát szembesülnünk kell azzal, hogy a gyerekeink, a még fiatalabb korosztály is ma már az életét olyan technológiai körülmények között, egy olyan virtuális térben éli, ami ha tetszik, ha nem, most a jelen, és még inkább úgy tűnik, hogy a jövő is lesz. Vagyis erre is föl kell készíteni minden egyes jövőbeni munkavállalót, hogy ezeknek a képességeknek legyen a birtokában. Talán ez a három új szegmens jelenik meg most a munkánkban. Tudom, hogy rövid idő telt el az év eleje óta, de vannak-e újabb döntések? Születtek-e már azóta újabb döntések?
Pályázati kiírásokat fogalmaztunk az elmúlt napokban, hetekben, illetve alakítottunk át. Az egyik talán már beszéltünk erről, hogy egy munkásszálló program kerül kiterjesztésre, ami most már abban az értelemben is kezelhető, hogy önálló cég is pályázhat erre, tehát nem föltétel, hogy csak a saját dolgozói legyenek a célcsoport, hanem mondjuk egy 3-5 fős vállalkozás azt mondja, vagy 20 fős, vagy akármennyi is, azt mondja, hogy létesít egy munkásszálló, de nem csak a saját dolgozóit, hanem esetleg a társult partnereknek a munkavállalóit is el tudja helyezni. Ez itt a térségünkben még egyelőre érdeklődés szintjén jelent meg, hogy fogalmazza ki, de minden esetre örülök, hogy érdeklődés van. A következő, ami szintén napokon belül meg fog jelenni, az az, hogy a kismamák számára, akik otthon vannak, pont az előbb említett képzés vonatkozásában egy olyan programot indítunk, hogy amíg otthon tölti az idejét a gyermeke mellett, addig esetleg valami új szakmát is kitanulhat, vagy tovább léphet a saját szakmájában. Persze ilyenkor mindig fölmer a kérdés, hogy de mi lesz a gyermekkel, nyilván ez akár egy bölcsidei programmal együtt értelmezhető, de a pályázatnak lesz egy olyan része is minimálisan, amikor például a gyermek felügyeletét is tudja garantálni, vagy biztosítani ez a pályázat, annak idejére még az anyuka esetleg egy-egy képzéssel részt vesz. Itt szakmai képzés, nyelvi képzés jelenhet meg. Ez most lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem olyan nagy dolog, de amúgy meg nagy dolog, nyilván az érintetteknek nagy dolog, hiszen látható, hogy nagyon erős a verseny, nagyon tiszteletre méltó és tényleg csodálatos dolog otthon lenni a gyermekkel, de ez mindenkinek a saját szabadság, hogy mondjuk a gyermek 20 hónapos kora után mondjuk ő azt gondolja, hogy esetleg már visszatér, mert nem akar lemaradni a szakmájában, vagy nyilván kell a pénz. Tehát számtalan meg egy oka lehet, ez az egyén döntése. Ehhez mi abban tudunk segíteni, hogyha ez idő alatt valamilyen érdemi képzés bevállal, akkor az nyilván a kormányzat részéről támogatható. Nekünk meg kell találnunk a munkaerőtartalékokat, nyilván a képzett munkaerőre sokkal inkább igény van, mint a kevésbé képzetre. Említett államtitkár úr itt az elején, hogy van egy téma, amiről szeretne beszélni. Igen, hát sok dologról, vagy több dologról is szeretek, de az egyik talán az, hogy az elmúlt napokban miniszterelnök úrral volt lehetőségünk egyeztetni, és hát természetesen ilyenkor azért a választókeret, a települések fejlesztési elképzelése is szóba jönnek a korábbi feladatok értékelése mellett. Nos hát a korábbi dolgaink kapcsán ugye a top fejlesztések, ami város szerte kell, hogy haladjanak, vagy kellene, hogy haladjanak. Ott azért van egy kis elmaradásunk, de erről már beszéltünk. Ezeket én úgy látom, hogy most a helyi vezetés legjobb tudása, legjobb belátása szerint fogja majd vinni, tehát itt én már nem sokat tudok tenni, ahogy szokták mondani. De a következő időszak kimunkálásánál viszont igen, és hát például miniszterelnök úr, hogy csak egy példát emeljek ki, külön is tárgyaltunk a püspöklen egy fürdő helyzetéről, hiszen látható, hogy itt azért vannak elmaradásaink, fogalmazzunk finoman. És hát örültem annak, hogy ez egy támogatható dolog volt részéről. És hát az egész konstrukciót ugye úgy kell elképzelni, hogy a 5000-nél nagyobb települések, és hát a választókerületben ugye a püspökladány mellett azért még Hajdúszoboszló, Nádudvar, Egyek, Kaba, tehát van néhány. Tehát ezeknek a településeknek egy fejlesztési koncepciót kell kimunkálnia, kicsit a magyar falu mintájára, ami az 5000 fő alattiaknál van, vagyis föl kell sorolni mondjuk azt a 10 fő feladatot, amit a következő X évben szeretne megvalósítani rangsorolva. És hát én itt a püspökladányokkal beszélgetve számtalan meg egy alkalommal a fürdőt azért mindig ott hallom az első helyek valamelyikén, és ennyiben ezt föl is vetettem miniszterelnök úrnak. A tanúszadát most ettől külön venném, hiszen a következő 6-os blokkban a tanúszoda támogatásoknál abban püspökladány benne van. Tehát ez hál' Istennek most már ott jó helyen van. Nyilván ennek még van egy kis, nem kis sok adminisztráció, meg műszaki tartalma, meg mit tudom, micsoda, de nyilván én ahhoz nem értek, nem is az én dolgom. De az a lényeg, hogy ebben a 6-os blokkban, tehát a tanúszoda rész az megvan, de a fürdő szempontjából ez nem elégséges. És ezért jött az elő, hogy ott korszerűsítés történjen, fejlesztés történjen. Hát a Fehérfalu medencék azok
némi retro hangulattal bírnak, de azért őszintén szóval már annyira nem csábítóak. Tehát nyilván élményelemek, tehát ezek mind elő kell, hogy jöjjenek. És hát miniszterelnök úr szintén nem szakmabeliként, de hát azért rálátással bír ezekre a dolgokra. Abszolút hangsúlyozta, hogy és ilyenkor ugye mindig fölmer, hogy és a szállás, és az elhelyezés, mert az nagyon jó, hogy a püspökledények és a környékbeliek mondjuk oda járnak rendszeresen pihenni. Egészségügyi szolgáltatások vannak, ugye tudjuk, de mondjuk vendégészakát produkálni viszont rettenetesen nehéz, és mert hogy nem igazán van olyan mennyiségű vagy minőségű szállás, és hát ebben pár a kemping ugye nyilván ebben tud segíteni, de látható, hogyha ezen a területen hosszabb távon szeretnénk előre haladni, akkor ezzel is foglalkoznunk kell. Na most ez az, amikor a politikusok beszélgetnek, és hát most jön az az idő, jövő héten fogok a városvezetéssel erről egyeztetni, amikor is ezt valamiféle szakmai tartalommal, költségbecsléssel, tervezéssel kell megtölteni. Egyébként van ilyen anyagunk, tehát ismerem a korábbi időszakról, van ilyen anyagunk, nyilván ezt most elő kell venni, korszerűsíteni, átdolgozni, de minden esetre ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt, hogy ebben el tudtunk indulni, hiszen az látható, hogy pályázati forrásból, a klasszikus pályázati forrásból ez nem igen támogatható. De ez majd kell egy egyeni kormány döntés, amire egyébként van példa, de hát ebben a programban ugye ennek helye lehet. Aztán persze nyilván az önkormányzat vezetése, képviselők javaslata alapján még össze kell szednünk azt a másik 9 pontot is, vagy akár tartalékpontokat is, de hát ez már egy műhely munka. Talán az előző riportban, már úgy értem a korábbi látogatásom alkalmával, ez már előjött, hogy itt most egy kicsit összesűrűsödtek a dolgok, hiszen még az előző uniós programok kivitelezése, lezárása is most feladat, de ezzel egy időben már a következő tervezése is, tehát nyilván ezekre oda kell figyelnünk. Ez volt talán az, ami a térséget leginkább érinti, de hát ez nem csak Püspökladány, hanem a többi érintett településre is kell, hogy elkészüljön, illetve továbbra is a kisebb települések vonatkozásában a Magyar Falu program folytatódik, illetve még szélesedni is fog. Hát nagyon szépen köszönöm hogy ellátogatott hozzánk. Valószínű, hogy a közeljövőben újabb beszélgetések során megtudhatjuk a kormányzati intézkedéseket újból öntől. Köszönöm szépen a lehetőséget.